Sajtótájékoztatón köszönti a megjelenteket Szabó Dénes Kossuth Díjas karnagy, a nemzetművésze. A 30 éve életre hívott rendezvényt idén 15. alkalommal szervezik meg. A nemzetközi fesztiválra a teljesség igénye nélkül érkeznek kórusok Észtországból, Hollandiából, Olaszországból és a Távol-Keletről, Tajvánról is. Minden évben úgy kezdünk neki, hogy már mögöttünk van az előzőeknek a tapasztalata, mindig úgy érezzük, hogy valamit lehet jobban, egy kicsit másképp csinálni, és az idén sem lesz ez másként, hiszen a bevett hagyományos koncertjeink mellett egyéb programokat is kitaláltunk, amivel megújítjuk, vagy megszínesítjük az eddigi fesztiválokhoz való viszonyításban ezt a mostani alkalmat. Most például a kórusoknak a barátságára szeretnénk a hangsúlyt fektetni, hogy a kórusok egymásra találjanak, hogy igazi nemzetközi és akár kontinenseken átívelő kapcsolatok alakuljanak ki. Úgyhogy szerveztünk ilyen úgynevezett pair-up, sing-up programokat, ami azt jelenti, hogy két kórus találkozik, ők együtt próbálnak és együtt tanulnak meg egy műsorszámot. Úgyhogy a mostani gálakoncerten, augusztus 20-án a Continental Arénában a kórusok saját műsorszámai mellett ilyen kis kórus barátságokra is fény derül majd, hogy a hét során mire jutottak egymással ezek a vendégkórusok. Természetesen a szakmai találkozásokon túl az érdeklődő hallgatóság is színes kulturális programnak örvendhet, ha ellátogat a koncertekre, melyek idén is megcélozzák nem csak Nyíregyháza, hanem a Vármegye számos olyan templomát, amely kiváló helyszínt biztosít a kórus énekléshez. Aztán vannak a vidéki helyszínek. Vállalj, Tiszadada, Nyírbogát és Nagyecsed mindenütt nagyon nagy szeretettel várnak bennünket oda. Általában három énekkart delegálunk ki a fesztiválról, akik közösen adnak egy hangversenyt. Tehát ott is alapvetően nemzetközi összehasonlítást tapasztalhat a közönség, hogy akkor melyik vidékről érkező énekkarok hogy viszonyulnak a kórus énekléshez. És hát van a folklórest a Kossuth téren, ami évről évre mindig nagy siker szokott lenni. Ez ingyenes, és bárki, aki a Kossuth téren sétál 18-án szombaton este 8 órakor, akkor az részese lehet ennek a fantasztikus hangulatnak. Ott ugye minden kórus a saját nemzeti tradícióit mutatja meg. Úrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere mondandójában azt emelte ki, hogy a közös éneklés eltörli a nyelvi korlátokat és erősíti a nemzetközi kapcsolatokat. Mégis, hogyha egy konklúziót le kéne vonni, hogyha van egy erős zenei élet, és mondjuk az emberek elengedik magukat a tábortűznél, mondjuk, mint régen csinálták, és együtt énekelnek, akkor az összehozza a nemzeteket. Ilyenkor nincsenek nyelvi korlátok, nincsenek kulturális különbségek, ilyenkor van egy olyan fajta magasabb kulturális eszme ösztön, amely az embereket egy közös baráti hangulatban szólítja meg, és azt hiszem, hogy ezért a legtöbbet, mert akkor az emberekben, hogyha valahol jól érzik magukat, szakmailag is kapnak valamit, kap a lelkük egy olyan pozitív élményt, amely meghatározó, főleg a gyerekeknek, a fiataloknak az életükben, akkor erre a felnőtt korukban is emlékezni fognak, és így emlékeznek majd Magyarországra, emlékeznek Nyíregyházára, emlékeznek a városra, és egy olyan pozitív szemlélet alakul ki, nem csak a városunkkal, hanem a magyarsággal szemben is, amely később is visszahozhatja őket, és legfőképpen a brandünket, a jó hírünket Európa több országában, vagy tényleg Európán kívül is erősíthetik. A 15. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és karvezetői mesterkurzus augusztus 15-től 21-ig tartó részletes programjáról az érdeklődők a műsorfüzetekből, illetve a cantemusfesztivál.org.hu oldalon tájékozódhatnak.